Szalai Bobrovnicki Kristóf közölte, Magyarország eddig is részt vett az Európai Unió Bosznia-Hercegovinai műveletében, januártól kezdve azonban a missziónak magyar parancsnoka lesz, és kiemelt erővel képviselteti magát benne a magyar kontingens. A jelenlegi létszám majdnem háromszorosával, mintegy 400 emberrel. Bosnia-Hercegovinában 250-en lesznek jelen. A Magyar Honvédség biztosít mentő és kiürítési csoportot, tűzszerés csoportot kutyás járőrrel, orvosi ellátást, valamint logisztikai támogatást és ellátást. Magyarországról pedig készenlétben támogatja a műveletet további 150 ember. Stíc László leendő parancsnokot méltatva a miniszter azt mondta, a legjobb tábornokot sikerült kiválasztani a feladatra, egy tapasztalt és kipróbált vezetőt. A honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, Nehéz helyzetben veszik át a feladatot a résztvevők, a leromlott biztonsági környezet miatt ugyanis olyan nyomás van minden katonai jelenlétet igénylő misszión, amely eddig talán még soha nem volt. Bölöndi Gábor, tehát a vendégünk, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke, vezérezredes úr, köszönöm, hogy itt van, örülök önnek. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást. És hát számos kérdés van, itt a rendszerváltás óta a legnagyobb magyarországi hadgyakorlat zajlott néhány héttel ezelőtt. Ez mennyire az ukrán-orosz háború generálja, hogy ekkora a forgalom, az aktivitás a honvédség területén? Azt próbáltuk le egyébként, hogy a Magyar Honvédség hogy tud a civil adminisztrációval együttműködni. Miért fontos ez? Van a nato az éberségi zászlója, fogalmazhatok így, ami ugye az orosz-ukrán háború kitörése után került megalakítása. Azt néztük meg, hogy hogy lehet átcsoportosítani NATO és a Magyar Honvédség erőit, civil támogatása, adminisztráció hogy készült fel rá, a főispánok hogy képesek ez megfelelő támogatást nyújtani, igénybe vettünk olyan szolgáltatásokat, amit korábban még soha, Tehát infrastruktúráknak az igénybevétele szolgáltatások. Ez egy komplex gyakorlat volt, ezért mondjuk mondjuk, hogy a 30 év legnagyobb emellett 6000 katonát és több mint 500 technikai eszközt mozgatott meg. Az mennyire volt nemzetközi ez a gyakorlat? Ez teljes egészében nemzetközi volt, hiszen a, a, NATO égisze alatt, a NATO kereteken, kereteken belül zajlott, részt rajta olasz, horvát, török, illetve amerikai katonák is. Az ukrán-orosz háborúval kapcsolatos tanulságokat azért azt végül is lehet látni a Magyar Honvédség fejlesztésében is. Hát azt halljuk, hogy a tüzérségi fejlesztés homlok térbe kerülését például ez magyarázza, mert kiderült, hogy a tüzérség nagyon is korszerű eszköz egy 21. századi háborúban. Igen, ugye amikor 2016-17-ben elkezdtük a haderőfejlesztési program elméleti kidolgozását, egy teljesen más biztonsági környezet volt. Ennek tükrében akkor azt gondolták, hogy a nehéz technika, harckocsi tüzérség az háttérbe szorul, könnyű fegyverzet, expedíciós típusú operatív jellegű beavatkozások, hiszen Irak és Afganisztán lebegett minden katonai tervező szem előtt. A Magyar Honvédség, illetve az akkori vezetés nem ezt az utat választotta, hanem azt mondta, hogy a hagyományos képességet vissza kell állítani, Európa egyébként akár tetszik, akár nem, ugye a land centering, tehát szárazföld alapú hadviselése van kitalálva, geográf, tehát földrajzilag, ha fogalmazhatok így. Ennek tükrében történt meg a tüzérség fejlesztése. orosz háború tapasztalata, a drónok nagyon fontosak, felderítenek mélységi csapásmérés, de az igazi precíziós csapásmérést pedig a mélységben a tüzérség hajtja végre. Drónjaink vannak ugyanúgy, mint hogy fejlesztjük a tűzérséget, Tehát ezügyben is elindult valami, erről nagyon kevés hír van. Ketté választanám. Tehát van egy komoly felderítő képesség, drón felderítő képességünk. Izraeli Skylark eszközöket szereztünk be, felderítő ezrednél találhatóak. És emellett elrendeltem, és az elmúlt időszakban be is érkeztek. Hát ha fogalmazhatok így az olcsó drónok, amikor a katonának azt kell megtanulnia, hogy hogy kell ezt használni. Nem számít egyébként, hogy leesik, megsérül, vagy bármi más, de be kell építeni a napi kultúránkba. Hiszen szóval maga a drón, sokan azt mondják, megváltoztatta a hadvisel, nem megváltoztatta, de átláthatóvá tette a magát a hadszintelet. Gondoljunk bele, hogy az orosz-ukrán háborúban századszint felett nem látunk mozogni egyébként technikai eszközöket, illetve alácséket. Miért? Mert a drón miért szinte egy nyitott könyv a hadszintér, és ennek tükrében azonnal érkezik a tüzérségi csapás, a légicsapás és az ellenség pusztítás. a drónt ráadásul jelen időben lehet használni, miközben elindulnak a páncélosok, hát az egy idő, míg odaérnek, tehát a simán fel lehet készülni a fogadásukra. Így van. Ennek ellenére nekünk most egy nagyon komoly páncélos beruházásunk volt a leopárdokkal, és meg is érkeztek. Mik az első tapasztalatok? A nagymocskák beérkeztek, tigrisek itt vannak, Európa legkorszerűbb harckocsiját vásárolta meg a Magyar Honvédség, a Leopard 2A7+, a plusz az a magyar Fogalmazzak így a magyar igényeknek a, a kielégítése véget került oda. Mitől speciálisak az igényei? A, a védelmi felszerelése. Tehát már akkor azt választottuk ezelőtt, 7-8 évvel, hogy a legkorszerűbb védelmi felszerelést adjuk a ne beszélj aktív és passzív, tehát páncélvédettség, illetve páncéltől a elleni védelem, a automata a fegy, fegyverek kerültek felszerelésre, 360, 360 fokos, ahogy lát, maga körül kamerákkal, szenzorokkal a harckocsi. Mondanék egy, egy orosz-ukrán háború, Ez meg kell nézni a Leopárt harckocsiból, az ukrán harckocsizók élve szállnak ki. A T-72-es vagy afölötti fölötti modifikációkból, az orosz típusú tankokból, ha a páncétő a e, csapja meg őket, akkor abból bizony nem. Tehát azt látható, hogy a Leopard harckocsi e, mozgékony és páncélvédettség, illetve a a kezelő személyzetet, ami a legfontosabb, a kezelő személyzetet védi. Mennyi lesz ebből végül is nekünk? Egy zászló, 44 darab. Miért pont egy zászlóhaj? Mert a nato magyar, a Magyarország, illetve a Magyar Honvédség egy nehéz dandár elkötelezettséggel bír. A nehéz dandár áll 3-5 manőver alettségből, amelyből az egyiknek harckocsinak kell lenni. Na erről beszélünk, erről 44 darabról. Csak olyan fejlesztéseink vannak, csak olyanba érdemes belevágni, ami a NATO kötelezettségekkel is összefügg, vagy vannak saját elkötelezettségeink, saját elképzeléseink? A kettőt megpróbáljuk, mint katonai vezetők párhuzamosan kezelni. Nehéz dandár, illetve a légtérvédelem, a légtér szuverenitás. Azt gondolom, hogy az orosz-ukrán háború megint visszautalnék rá, bebizonyította hogy légtérvédelem nélkül egyszerűen sem a szárazföldi csapatok, sem a civil infrastruktúra védelme elképzelhetetlen. Emiatt szereztünk be radarokat, emiatt van az NEZEM rendszernek a rendszerbeállítása, ha fogalmazhatok így. Tehát, hogy megpróbáljuk, és elkezdtük az izraeli vaskupolának a felépítését Magyarország felett. Ez egyébként egy NATO célkitűzés, de ugyanakkor Magyarország nemzeti érdeke nehéz dandár, kell egy olyan szárazföldi ütőerő, ami megfelelő páncélvédettséggel, mozgékonysággal, manőverező képességgel rendelkezik. De természetesen megjelenek mellette olyan képességek, ami nem teljes egészében a NATO-val van összhangban, de a magyar honvédség szempontjából kiemelkedően fontosak drónképesség, rádióelektronikai harc, később pedig akár a mélységi tűzcsapásnak a képessége. Említette a vaskupolát, ugyanaz a rendszer lenne Magyarországon, mint amit Izrael használ? Hasonló, igen, tehát maga a rendszer egyébként, hogy rendszerbe kötjük, az hasonló elven épül fel, mint a további automatizálásra van szüksége az úgynevezett vezetés irányítási rendszerben, de a cél az lenne, hogy Magyarország is egy hiteles, elrettentő erővel bíró légvédelemmel rendelkezzen. Ez van céldátum? A céldátum nálunk 2028, illetve 30. Mert az nincs olyan nagyon messze, tehát ez nem dolgozni kell. Hát nagyon érdekes ez a kérdés, mert ugye amikor 16-17-ben elkezdődött a haderőreform, sokan szkeptikusak voltak. De egy képesség, meg egy hadsereg felépítése az nem két nap. Most azért itt vagyunk 23-ban, és ha megnézzük, a Panzerhóvicel tűzérosztályba érkezett. Megérkeztek a nagymacskák, a linkset elkezdtük rendszerbe állítani, megérkeztek a repülőgépek, új helikoptereink vannak, a teljes 105-ös flotta itt van nálunk, 225-ösök érkeznek be. Hát én azt mondom, hogy nagyon rövid idő, idő alatt haderőfejlesztésben óriásit léptünk előre. Ezek a képességek, ezek mennyire használhatók a külföldi ö, utaknál? Ugye most szó van Csádról, itt van küszöbön a bosznia-hercegovinai kötelezettségvállalás, ezek ott is hasznosulnak, vagy ez kifejezetten Magyarország területére érvényes fejlesztés? 16-17 előtt nekünk nem volt arra valós képességünk, hogy olyan erőt telepítsünk külföldre, ami, ami megfelelő védettségű, megfelelő manőverező képességgel és szertágazó képesség csomaggal rendelkezik. Ha most közelebbről megnézzük a bosznia hercegovinát nem arról van most már csak szó, hogy lövészállat telepítünk, nagy számban, és akkor ehhez jár nekünk a parancsoki úgynevezett olyan réskitöltő vagy fontos képességet adunk, mint az egészségügyi képesség, kiürítő képesség, a légi kiürítő képesség, a légi felderítő képesség, a tűzszerész képesség. Tehát a Magyar Honvédség a haderőfejlesztés eredményeképpen olyan eszközparkkal és képességcsomaggal rendelkezik, ami reálissá teszi azt, hogy a magas beosztású és magas rendfokozatú külföldi misszióparancsoki beosztásokat lássunk el. Csádra visszautalva nem csak lövész, illetve különleges műveleti katonák várhatók, hanem helikopter alkalmazása is várható ebben a térségben. Ott mennyire veszélyes katonának lenni, magyar katonának lenni egy ilyen küldetésben. Azért az egy ismeretlen terep, ez a vitákban, amin például a parlamentben zajlott e körül, ott is elhangzott, hogy a helyre küldjük a katonákat, ahol semmiféle ismeretünk nincsen. Nyilván vannak ott elődök, akik be tudnak számolni, hiszen nem egy olyan területre érkeznek, ahol nem voltak békefenntartók. Abból szerencsés helyzetben voltam 2003. januárjában, hogy első magyar katonaként Afganisztánban kezdtem meg a szolgálatomat akkor az volt a felkészítésnek a motója, hogy mindent, amit látsz, azt jelensd haza, hogy tudjunk belőle tanulni. Ennél sokkal előrebb járunk cságba. Tehát volt már kint egy előkészítő részlegünk, voltak felmérések, voltak, volt itt a csádi védelmi miniszter. Én azt gondolom, hogy megalapozottan halad a katonai tervezés annak érdekében, hogy a katonák magas szinten és biztonságosan tudják a feladatokat ellátni. Veszélyesebb a csádi küldetés, mint a boszniai? Természetesen a csád vonatkozásában, ami veszélye, a, a Afrikára jellemző belpolitikai változások a fogalmazatok így, de bosznia hercegovinát én azért nem becsülném alá, mert azért 2000, ebben az év májusában, ha visszaemlékszünk, a Káforban is történtek olyan zavargások, aminek eredményeképpen olasz és magyar katonák sérültek meg, tehát a Balkán vonatkozásában mondhatjuk, sem mondhatjuk azt, hogy minden nyugodt, minden biztonságos, inkább azt mondanám, hogy nyugodt, de a felszín alatt feszült. Az ugye a koszovói eset, amire előbb nem konkrétan boszniai, de hát ugyanaz a térség. Igen, a, hát nyugat balkáról beszélgetünk, igen. Többször szóba hoztuk az ukrán háborút. Mennyire követik szorosan az ottani eseményeket, kifejezetten mondjuk a tapasztalat szerzés szempontjából? Köszönöm szépen a kérdés, ez egy nagyon fontos. Tehát a haderőfejlesztésnek, a mindennapi kiképzésnek a részévé tesszük. Amiről beszéltünk a drónképesség. képesség. onnan jött, igazából előtte láttuk az azeri örmény háborúban, hogy a drónt, de úgy senki nem látta úgy, hogy ez akkora fogalmaz, aki game changer lenne. Hát most már csapásmérő eszköz. Hát pontosan erről van szó. Tehát, hogy megjelentek -e ezek az eszközök, de ne felejtsük el, hogy ez is egy állandó verseny. Ezt a harckocsikról beszélgettünk az előbb, de ugyanúgy fejlődnek a legkorszerűbb harckocsi mellett, ugye fejlődik a páncélterő képesség. A drón vonatkozásából ugyanezt fogjuk látni. Drónképességet fejlesztik, lesz drón elhárító képesség. Tehát nézzük a drónképességet. Nagyon fontos a mélységi tűzcsapások. Láthatjuk, hogy igazából az a tanulság, hogy az az ellenség a jó ellenség, ha fogalmazhatok így, aki nem jut el a frontvonalba. Tehát az, az, ukránok is arra törekednek, hogy a felvonó orosz csapatokat már a mélységben pusztítsák, a logisztikai utánpótlást megszakítsák, a orosz vezetési pontokat pedig e, ki, ki, kiűség, ha fogalmazhatok így ebből az egész hadszintérből. Tehát látható, hogy van egy mélységi harc. A felderítésnek kiemelkedő jelentősége van. És ami nagyon fontos egyébként, 1300 kilométerről beszélünk, tehát a decentralizált vezetésnek a jelentősége. Adott helyben a parancsok azonnal tudjanak dönteni, reagálni, és ha kell megfelelő támogatást kérni. Nyilván fontos egy hadsereg harc képessége, a magyar hadsereg hol tartozik? Tehát az adatív én azt gondolom, hogy egy nagyon jó példa volt. Tehát a rövid idő alatt viszonylag a kis előkészítéssel nagy erőket mozgattunk térben időben, 25 helyen, Széttelepítettük e, például a Grippen e, flottánkot, Sármelléken, Pápára, illetve egy része maradt Kecskeméten. Korábban soha nem gyakoroltuk. de a Magyar Honvédség harcképessége, harckészültsége napról napra nő. Böröndi Gábor ezredes ez volt a vendégünk, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget, köszönöm szépen.